Székesfehérvári MÁV előre felnőtt röplabda csapatai a nők és a férfiak mezőnyében is az extra ligába jutásért küzdöttek a közelmúltban, ám végül mindkét nem esetében lemaradtak a feljutásról. Ugyanakkor jelentős eredmény, hogy az NB1-ben szereplő együttesek közel felét utánpótláskorú játékosok alkották mindkét szakákban. A fehérvári klub egyike azoknak a hazai nevelő műhelyeknek, amelyek a fiúk és a lányok között is az élmezőnybe tartoznak. Próbáljuk a utánpótláson alatt úgy építeni, hogy a fiataljainkat minél hamarabb, talán néha idejekorát is be tudjuk építeni a felnőtt keretekbe. Mi vezetett idáig? Nyilván a sok munka, nyilván céltudatos munka, és a gyerekeknek az a típusú nevelése, hogy ők felnőtt csapathoz akarjanak tartozni, hogy felnőtt mezőnybe mérettethessenek meg. Ezeket már gyerekkorukban azért próbáljuk bennük elültetni. Nyilván nem mindenki marad meg, nem mindenki lesz profi sportoló. Természetesen itt még az adottságok is ugye ebben a sportágban közrejátszanak. Tehát mondom azt, hogy igazából az edzőkön nagyon sok múlik azon, hogy hogyan nevelik, merre fele terelgetik a gyereket. Ezután jönnek nyilván a szülők. Aztán a továbbtanulás, hogy ki merre visz az élet továbbtanulás útján. Ebből hál' Istennek sok maradékunk van. Mármint a maradékot úgy értem, hogy sokan maradnak Fehérváron, és erre tudunk építkezni. De pontosan milyen helyzetben van napjainkban a helyi röplabdasport? Mekkora a bázis most a MÁV előrébe? Regisztrált utánpótláskorú játékosaink közel 300-an vannak. 18 csapatot indítottunk az idén különböző korosztályokba, különböző osztályokba. Ez a tavalyihoz, illetve mondjuk egy két évre, ha visszanézünk, akkor ez azért egy komoly szám, konkrétan azért duplája, mert elég komoly növekedésen ment keresztül az utánpótlás szakosztályaink. A MÁV előre leány reménységeivel 11 és 15 éves koruk között Horváth Vidák foglalkozik. A trénert arról kérdeztük, mi a legfontosabb szempont ezen korosztályok képzésénél. A legfontosabbnak tartom, hogy megszeressék egyáltalán a röplabdát, hogy utána később is tudjunk velük számolni, és tudjunk rájuk alapozni, illetve a második legfontosabb dolognak tartom a technikai képzésüket, hogy legyenek pontos, precíz érintések, hiszen hogyha ez nem történik meg, nem alapozzuk meg, akkor nem tudunk rá később építeni. A MÁV előrénél a legfontosabb, hogy egy nagyon széles alapokon fekvő utánpótlásképzés történjen. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek játékban legyenek, néha sokkal fontosabb egy alacsonyabb osztályban elindítani a gyerekeket, hiszen ebben a korosztályban még a játék a fontos. És hogy egyébként miért szeretnek Székesfehérváron röplabdázni a gyerekek? Mindenki kedves, minden csapat, az edzők is, és nem tudom milyen más csapatban és egyesületnél, de itt nagyon jó, itt mindent megtanítanak, hogy hogyan röplabdázunk, hogyan viselkedjünk csapatba, és ez itt nagyon jó. Nagyon szeretek itt röplabdázni, mivel minden gyakorlatot folyamatosan ismétlünk, és jól átvesszük. Mikor vagyunk meccsre, mindig szeretünk egymással beszélgetni, folyton átbeszéljük, hogy mit kéne csinálni. Magát a sportot szeretem, mert szerintem közel áll hozzám, szeretem a labdasportokat, és szeretek csapatba sportolni. Fehérvári vagyok, fontosnak tartottam, hogy a fehérvári csapatnál sportoljak. Az iskola miatt sem mentünk máshova. Sokat járunk ki NB1-es mérkőzéseket megnézni. Az NB1-es csapatban is van példaképem. Én szélütő poszton játszok, így őket követem, hogy fejlődjek. A koronavírus járvány megnehezíti a fehérváriak mindennapjait is, hiszen az iskolák bezárásával drasztikusan csökkentek az edzés lehetőségek. Ez a koronavírus megtépázta itt a normál edzésrendjeinket. Iskolák bezártak, ugye a mi egyesületünk főként iskolai tornatermekben edz. Ez egy elég komoly problémát jelentett. Ennek az első hullámban éreztük legnagyobb hátrányát. Online edzésekkel próbáltuk megoldani a gyerekeknek a mozgatását és az itt tartását. A nyarat és a felkészülést meg tudtuk kezdeni egészen jól. Második hullámnál már egy kicsit rutinosabbak voltunk, és mondom azt, hogy hetek alatt tudtunk találni a vidéki városkákba, a településeket, olyan tornatermeket, amik rendelkezésünkre állnak.
nem okvetlenül röplabdára kitalálva, tehát nem lehet mindegyiket hitelesíteni. Ebből kifelé meccset játszani, hazai meccset nem is tudtunk. Ez komoly probléma azért, hiszen az utazások, hiszen a gyerekek mozgatása, ez azért elég komoly logisztikát és elég komoly megoldást igényel. A szakvezetőt, Gazsi Pétert végül arra kértük, foglalja össze az Egyesület utánpótlás nevelési filozófiáját. A sportot szerető gyerekeket, felnőtteket neveljünk, nem elsősorban röplabdást, játékost, hanem olyan felnőttet, akiből, ha nem is lesz profi játékos, nem is lesz élvonalbeli játékos, az élete végéig szeresse a röplabdát és ezt az egész életformát, amit ez jelent.